mindenképp a harmadikat játszunk. Izgalmas mérkőzéseket hozott a már hagyománynak számító nemzetközi farsangi mix röplabda torna. A szervező NARE, azaz a Nagykálói Röplabda Egyesület immár negyedik alkalommal hívta életre a programot, azzal a nem titkolt céllal, hogy a különböző röplabda csapatok jó kapcsolatainak ápolása mellett minél több női játékost is sikerüljön megnyerniük a sportágnak. A mix röplabda tornának egy nagyon érdekes része az, hogy hölgyek és urak játszanak. Mi azt szerettük, ezáltal becsaljuk a lányokat is a játékhoz, és becsaljuk az úriembereket, hogy megnézzük a lányok, hogy játszanak. A röpinek egyik óriási nagy baj, hogy a férfiak olyan magas szinten játszák, mert már néha szinte követhetetlen a játék. És a lányok adják vele azt a bizonyos szépséget, hogy picit talán lelassítva, de kreatívabban, és ezt egyre többet használjuk fel a strandon is, és a teremben is. Így érdekesebb a röplabda játék. A lányok szívesen játszanak, érdekes, hogy Kálóban nincs nagy múltja a lányok röplabda sportjának. Nekünk mindig importálni kell, hozni kell embereket. Van például most két nyíregyházi kislány jött el, de annyira bajba voltunk, hogy már mondtuk a szlovákoknak, hogy hozzanak egy lányot többet, mert itt úgy néz, hogy nem lesz játékunk. Még most van, hál' Isten, négy lány van a csapatunkban, és egymás seregetve most kettő van, itt kettő játszik a csarnokban. Tavaly kiírtam a szabályok közé, hogy az, a másik csapatban lányok vannak, nehogy ráüsd a labdát. Tehát ott olyan kacagás volt, amikor elmondtam a szabályokat, természetesen egy lány se találtak el. Ugyanakkor ugye az, hogy legyen lánycsapat, ahhoz meg kell legalább 10 lányt egyszerre leállni valónak, aki szeret a játékot. Annyit meg nem tudunk egyenlőre. Azért egy-kettőt, ha becsalunk, az mondjuk ezek nyíregyháziak mondták, hogy jövőre okvetlen jönnek már hozzánk játszani. Hát ez is jó, már azt látszik, hogy a csapatunk jó, barátságos, az ellenfelek is. Így érdekesebb a játék. A nemzetközi mix röplabda tornára idén 9 csapat fogadta el a meghívást. Többek között Lengyelországból és Szlovákiából is érkeztek játékosok. A résztvevők nagy száma miatt a csapatok idén is két helyszínen mérték össze tudásukat. A Városi Sportcsarnokban és a Budai Nagy Antal Szakközépiskola tornatermében párhuzamosan zajlottak a mérkőzések. A meccsek hangulata baráti volt, ettől függetlenül minden csapat igyekezett a legjobb tudása szerint teljesíteni a tornán. Játszottunk a lengyelországiak ellen, akik nagyon jó csapat, de olyan baráti társaság lényegében, onnan az ő részükről, a mi részünkről is, úgyhogy ilyen baráti hangulatban mondanám, hogy folynak a mérkőzéseket. Király Helmecről a Ziris nevezetű csapattal jöttünk. Ez egy ilyen baráti társaság lényegében, akik össze szoktunk járni minden héten egyszer-kétszer röplabdázni, és a bodrogszerdaiak által megismertük a nagykálóiakat, és az ő meghívásokra érkeztünk ide. Egyelőre még egy mérkőzést játszottunk a helyi nagykálói B csapat ellen. Sajnos azt elveszítettük, de most egy kicsit rendkívüli felállásban is játszunk a mi csapatunk tekintetében. Kicsit még össze kell kovácsolódnunk, de alakul a játék. Tehát bízunk benne, hogy a következő két mérkőzésen már jobban fogunk teljesíteni. Igazából mi csapatunk ezt megszokta, hogy női játékosok is vannak, mert a edzéseinken eleve mixben játszunk, tehát ugyanúgy vannak női játékosaink is, úgyhogy jelenleg két női játékos hoztunk el magunkkal, egyébként egy lett volna kötelező, de végülis úgy hozta a sors, hogy ők ketten el tudtak jönni. Alapvetően ők feladót játszanak, ennyiben is tesznek hozzá igazából a játékhoz. Nyilván, ahogy megnézzük mondjuk a játékerőket, elég jó ütők vannak itt az ellenfeleknél, tehát ilyen tekintetben is azért a nőket inkább feladóba játszhatják az egyéb csapatok is, nem csak mi. A Nagykálói Röplabda Egyesület a jövőben minél több rendezvényt szeretne életre hívni, hogy népszerűsítsék a sportágat és az egyesületet. Terveik között szerepel, hogy októbertől két csapattal nevezzenek a bajnokságra, valamint szeretnék minél több győztes meccsel öregbíteni Nagykáló hírnevét.